Megszületett a megállapodás a főváros és a kormányzat között a közösségi közlekedés állami támogatásáról. Karácsony Gergely a Palkovics Lászlóval történt találkozója után azt mondta, reméli, hogy a 12 milliárd forint még ebben az évben megérkezik a főváros számlájára. Vendégünk Karácsony Gergely. Azt olvasom a kormány sajtóban, hogy végre aláírta a szerződést. Meddig váratta Palkovics Lászlót? Jó estét kívánok! Hát azt hiszem, egy olyan 6 órán keresztül várattam, tekintettel arra, hogy ezt a meghívást erre a ma reggeli tárgyalásra vasárnap délután érkezett meg. A kollégáim vasárnap délután ennek megfelelően elolvasták, hogy mi van benne, és rájöttek arra, hogy pont ugyanaz, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg azelőtt, meg azelőtt. A különbség annyi, hogy más benne az évszám, és más benne az összeg. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években ez a támogatás folyamatosan zsugorodott, az elmúlt években már 12 milliárd forint volt. Nem tudom értelmezni ezt a történetet, tehát... Tehát ön is találkozott vele, Palkovics László erre várt, ezek szerint. De ezt, ha jól értem, ugye ezt a Palkovics minisztériumában állítottak elő ezt a szerződést, őtőlük érkezett meg a polgármesteri hivatalba, ezek szerint vasárnap délután. Igen. Tehát akarta volna sem, nagyon tudta volna korábban aláírni, hisz nem volt a birtokában. Hát finoman azzal akartam erre mondani, hogy miniszter úr nem bontotta ki az igazság minden részletét több körben, azt is mondhatom, hogy hazudott. Tehát az első kör az volt, hogy csak egy aláírás várnak tőlem, ugye a levele bizonyította azt, hogy ez nyilvánvalóan nem igaz. A következő állítása az volt, hogy valójában még nem küldték le a dokumentumot azért, mert egy másik ügyben meg kéne állapodnunk, ez pedig egy olyan ügy, aminek semmi köze ehhez, abban az értelemben van köze, hogy az is közlekedésről szól, és a kormány és a főváros kapcsolatát szabályozza, de ott az történik, hogy a főváros fizet az államnak azért, hogy a Budapest bérleteket, jegyeket lehessen használni a városon belüli MÁV, HÉV és vonánbusz járatokon. Ezért a főváros egy viszonylag komoly összeget fizet, és ez az kormány által vitatva van. De ugye ez egy megállapodás. Ha nem állapodunk meg, akkor nem lehet használni a bérletet, ami persze rossz a budapestieknek, és hát mi nem szeretnénk, de ez nincs összekötve azzal, hogy a budapesti közösségi közlekedés 7%-át az állam finanszírozza ezzel a bizonyos normatív támogatással, ami benne van a törvényekben, tehát a két dolognak semmi köze egymáshoz. Miniszter úr mind a két korábbi állítását saját maga cáfolta meg, és hát arról meg, hogy mondjam, csak egy lábjegyzetet tegyünk, hogy én nem vagyok egy ilyen rangorsággal megsújtott ember, de azért mégiscsak egy tárgyalás két szereplő között, ráadásul ugye rám szavaztak néhányan vele szemben, meg azt mondom, hogy senki, tehát hogy ez nem feltétlenül elegáns, hogy egy főpolgármester berántunk holnap reggel 8-ra tárgyalni. Egy mondhatta volna azt, hogy küldje át az aláírható dokumentumot. Hát mondhatta volna, de én inkább oda felszálltam a metróra, megérkeztem. Ugye a tárgyalás nem volt, hanem aláírtam a papírokat, ott volt a fél főpolgármesteri hivatal, mert ugye mire egy főpolgármester aláír valamit, előtte ugye elég sokan átolvassák ezeket, meg szignózzák, hogy aláírhassa a főpolgármester, úgyhogy, de ez a legkevesebb, tehát mi, hogy mondjam, nem vagyunk ilyen rangkorságtól sújtva. Ez a pénz, ez kell a budapesti közösségnek. Azt írta a Facebook oldaláról, hogy reméli, hogy megérkezik a pénz. Ez miért kérdéses? Milyen határidő szerepel a szerződésben? Megérkezett a pénz. Na tessék. Már ma délután megérkezett a pénz, úgyhogy ilyen szempontból egy sikeres nap volt. Nézzen, úgy vagyok vele, hogy hiszem, a látom. És hát akkor most már hiszek. Most már hiszek. Igen. Megoldódott az atlétikai VB megrendezésének az ügye is. Ugye a kialkudott 50 milliárd forint erre az évre érvényes 10 milliárdnyi része a jelek szerint szintén rendben van, rendeződik. Igen. Ugye a kerületek. Azt mondjuk a kerületektől, illetve a főváros is megkapta azt a támogatást, ami a CT és MR várólisták megszüntetéséhez szükséges plusz forrás, amit egyébként a főváros nem egyből tovább is ad azoknak a szolgáltatóknak, akik ezért a plusz forrásért tudnak rövidíteni a várólistákon, ez a pénz is megérkezett. Igazából az a kérdés, hogy máshonnan kezdem. Engem állandóan azzal támadnak a mondjuk a fővárosi közgyűlés fideszes tagja, hogy én állandóan a balhét keresem, meg provokálok, meg nem üdökül a tárgyalóasztalhoz. Ha ebben a két ügyben mi nem gyújtjuk föl magunkat a szó átvitt értelmében, és lassan már szoros értelmében is kell, és nem balhézunk, és verjük az asztalt, és demonstrálunk, és a karmelitánhoz megyünk, és fenyegetőzünk, ezek a pénzek nem jönnek meg. Tehát úgy látszik, hogy nekünk ezt kell csinálnunk, miközben csinálhatnánk azt is, hogy... Most a katonaságnál úgy hívták, hogy csuklóztatom a másikat. Tehát, hogy addig, ameddig már mindent vállal azért, hogy eléri a célját. Hát nyilván nem mindent vállalok, hanem
protestálok, és próbálok nyomást gyakorolni, bemondhatom a BKK járatain, hogy ez a villamos nem biztos, hogy holnap is jönni fog, mert a kormány nem utalt el azt pénzt, ami miatt ez a villamos el tud indulni. De miért kell ezeket a köröket lefutni? Tehát, és oda megyek bármikor reggel 6-ra és bármelyik minisztériumhoz, hogyha ez ettől másféleképpen fognak hozzáállni a városhoz. De hát ugye, szóval igazából ugye ma reggel volt egy másik akció, mert a miniszter úr, én nem tudtam, hogy ő ilyen korán Hódmezővásárhelyen utazott, és ott egy ilyen furcsa keretezésre került ez a dolog. 3:50-kor igen, igen. Kezdett Hódmezővásárhelyen. Azért az nekem egy kicsit furcsa, hogy 3:50-kor egy közösségi közlekedési járművel, még akkor is, hogyha az élete első futása ez, ilyen sokan vannak, lehet, hogy egy kicsit túl volt szervezve ez, de nem akarok gonoszkodni, mégis ez mindegy. De ott ugye elhangzott egy mondat, ami arról szól, hogy akkor vidék kontra Budapest, és ebben a vitában is folyamatosan azt. Tényleg azt utálom, hogy arról kell beszélnünk, hogy a kormány támogatja Budapestet, a nagy túrót. Hát Budapest a nemzet fővárosa. A magyar gazdaság 10 forintból 4-et ebben a városban termelnek meg. Itt lakik majdnem 3 millió ember az agglomerációban és Budapesten. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi akarunk valamit magunknak, hát arról van szó, hogy ennek az országnak, ennek a városnak működnie kell, és egy járvány után vagyunk, a gazdaságot újra talpra kell állítani, a társadalmat talpra kell állítani. Tehát én nagyon örülök annak, hogyha Hódmezővásárhelyen és Szegeden jár a tramtrén, csak én azt szeretném, hogyha itt is járna, mert ez fantasztikus, hogy a 15 ezer ember utazik, csak ugye itt meg másfél olyan ember utazik, és valahogy ezt is tudnunk kéne a nemzet ügyéként tekinteni, mint hogy egyébként a Hódmezővásárhelyi tramtrén is az nyilvánvalóan. Most nyilván azt lehet mondani, hogy a kormány kifizette az adósságát, tehát akkor ez a dolog kipipálva. Nyilván nincs kipipálva, mert amik korábban felvetések voltak az elvonások szintjén, azok ugyanúgy megmaradtak, de legalább ezek a tartozások rendezettek. Kérdezem újra, ugye az atlétikai VB kapcsán elhangzott, hogyha ez meg az meg amaz nem történik meg, akkor vétózni fog a közgyűlés, volt közgyűlési ülés, nem történt meg a vétó. Mi a helyzet most ezzel? De két feltételünk volt, amire azt mondtuk, hogyha a kormány ezekben az ügyekben szemben megy a budapestiek akaratával, akkor vétózunk. Az egyik ez volt, hogy megérkezzen a támogatás. Nem érkezett meg október 31-ig, november 31-ig érkezett meg. Hogy is mondjam. November 30 napos, de jó. Igen, igen. Bocsánat, akkor nem mondtam teljesen pontos. Szóval nem október végén, november végén érkezett meg az egyik. A másik pedig az volt, hogy amikor ténylegesen megtörténik a tulajdon átadás, tehát ez a fölépített új, egyébként sok pénzért kistafírozott cég megkapja azokat a vagyonelemeket, amiket mi a Diákvárosnak szánunk, ez sem történt meg, hál' Istennek, szerintem nem is fog. Én pontosan tudom, hogy a kormány valójában ezt már régen engedte, ezt a Fudan történetet. Azért engedte, mert a kínaiak elengedték, mert úgy vannak vele, hogy nekik ez nem ér ennyit. Ezzel együtt is nyilván a kormány presztízs kérdést csinál belőle. Mi nem presztízs kérdést csinálunk, hanem nagyon nehezen tudok elképzelni annál fontosabb ügye Budapesten, mint hogy épüljön 50 ezer kollégiumi férőhely, mert egyszerűen ez a férőhely szám hiányzik. Ez nagyon rossz azoknak a vidéki hallgatóknak, akik nem tudnak Budapesten tanulni, mert nem tudják az albéletet kifizetni, és rossz a budapestieknek, mert ez a nyomás, hogy nincsenek kollégiumi férőhelyek, viszi fölfelé az albélet árakat, és Budapesten az elmúlt években mind az albélet árak, mind az ingatlan árak kétszer-háromszor olyan mértékben növekedtek, mint a környező országok fővárosaiban. A béreink pedig lassabban növekedtek, mint náluk. Hát a Diákváros fontosságát az könnyű belátni, azt gondolom, de ezek szerint most nincs miért vétózni, tehát megy tovább minden a maga rendjén. Igen. Volt itt két ma, meg általam már az adásban furcsált politikai hír, az egyik Szijjártó Péter lecsúszott maszkja, ami úgy látszik, hogy nagyon komoly lelkiválságot okozott bizonyos portáloknak, a másik meg az ön autózása, hogy az Erzsébet híd buszsávját használták egy bizonyos szakaszon. Ön azt mondta, hogy nem tudja, aztán meg bocsánatot kért, tehát akkor megnézte a videót. Megnéztem a videót, meg megnéztek a kollégáim is. Valóban elkövettük azt a hibát, hogy 100 méterre hamarabb mentünk át a buszsávba, amikor kanyarodtunk le a hídról. Ez tényleg hiba, engem is megbüntetne a rendőr. Én, ez kétségtelen, csak ugye az előző beszélgetés arról szólt, hogy Kövér László hónapokkal ezelőtt azt mondta a magyar titkosszolgálat munkatársainak, hogy az ellenzék, a nemzet ellensége nemzetbiztonsági kockázat, és meg kell őket figyelni. Szóval azért azt én nagyon nehezen hiszem el, hogy az Origó, vagy nem tudom pontosan ki, egy lelkes állampolgártól kap egy felvételt, és a lelkes állampolgárok milliói tudják az én rendszámomat, és képesek mondjuk rögzíteni egy ilyen manővert. Azt gondolja, követik? Igen. És nem akarok ennél tovább menni, de azt gondolom, hogy amióta főpolgármester vagyok, számos esetben volt olyan, amikor valamilyen okból nyilvánvalóan nem újságírók,
hanem ennél professzionálisabbnak tűnő emberek követtek. De van ennél egy sokkal súlyosabb ügy szerintem. Ez pedig az egész úgynevezett Városháza ügy, amiben egyébként a főváros álláspontja teljesen egyértelmű, világos, nem akarjuk eladni, ez fölmerült, mint ötlet, és el is vetettük, tehát nincs ilyen politikai szándék. De egy olyan szándék, hogy egyébként Magyarországon a Fideszhez ezerrel köthető vállalkozók elhívnak tárgyalni embereket, ezeket a tárgyalásokat paparazzik, lefotózzák, utána fölveszik, összevágják és kirakják, ebből is látszik, hogy itt nem csak egyszerűen titkosszolgálati eszközökről van szó, ezek kamu események, amelyekkel egy álvalóságot próbálnak felépíteni. Ez egy orosz módszer, egyébként ezt jól ismerjük, 2018-ban... Kompromatnak hívják ők ezt a... Igen, tehát valójában nem történt az ég adta világon semmi, mint az, hogy valakik másokat provokatív beszélgetésekbe próbáltak. Hát ebben az esetben Bajnai Gordont, akkor viszont, ha már ebbe belevágtunk, egy mondat erejéig, azt értesse meg velem, hogy a vizsgálóbizottság, amely a Városházán, az ellenzék, a Városházi ellenzék kérésére megalakul, az a vizsgálóbizottság miért nem hallgathatja meg Bajnai Gordont, aki ennek az ügynek a kulcs szereplője, és ennek a ügynek a kulcs tanulja? Tőlem meghallgathatja. Azt, hogy Bajnai Gordon a bizottság rendelkezésre tud állni, vagy nem, azt én nem tudom. De hát azt mondják a Fideszes és Láng Zsolt személyesen is, jó, de ez hogy meg van tiltva Bajnai Gordon. A nagy túrót van megtiltva. De tényleg, a fővárosi közgyűlés tarlós 9 éve alatt, mondjuk olyan ügyekben, hogy a város veszített 12 milliárd forintot az elektronikus jegyrendszeren, nem volt vizsgálóbizottság. Azon az ügyön, hogy elvileg Budapest alagútjain, Oroszországban felújított metrókocsik közlekednek, majd az egyik ilyen metrókocsit egy moszkva menetű erdőben lefotózták, ami nyilvánvalóan arról szól, hogy ez egy nem felújítás volt, hanem egy vásárlás, és egy óriási, több 10 milliárd forintos közbeszerzés, egy óriási kamu volt és egy vámcsalás, erről nincsen vizsgálóbizottság. Hogy a patkány tenderben a győztes fél félrevezette a fővárosi önkormányzatot, mert hamis referenciák adott ki, ezt már a bíróság is kimondta, erről nem volt vizsgálóbizottság. Azért van a fővárosi vizsgálóbizottság, mert én úgy vagyok, hogy vizsgáljanak bármit, és hívjanak meg bárkit, és kérdezzenek meg bárkit, engem. De akkor miért csak 2 hetet kapnak, és miért mondja azt Láng Zsolt, hogy nem vizsgálhatják Bajnai Gordon érintettségét? És nem hallgathatják őt meg? Hát miért hallhat? Hát elnézést kérek, a fővárosi önkormányzat úgy hozott erről döntést, hogy amit a Fidesz frakció kért, azt beleraktuk, és beraktuk azokat is, amikre mi vagyunk kíváncsiak. Például az, hogy ezek az emberek, akik ezeket az kamutárgyalásokat kezdeményezték, ezek tulajdonképpen kicsodák. Mert valójában minden bizonyíték az arról szól, hogy Gransperger Gyula, aki egyébként tényleg hát az Orbán család személyes könyvelője volt, a könyvelő cége, tehát nem lehet azt mondani, hogy különösebben baloldali lenne, ő beszél bizonyos emberekkel, és vádolja meg az én kollégáimat minden alap nélkül. Tehát nem, bárkit meghallgathatnak, én persze nem tudok arra a kérdésre válaszolni, hogy Bajnai Gordon el fog menni, vagy nem, de mondjuk nagyon részletesen elmondta az álláspontját ebben az ügyben, nyilvánosan több helyen. Tehát azt mondom, hogy ebben nincs mit tagadni. Igazából ebben az a kérdés, hogy a magyar politika egy új szakaszához élünk, amikor a házelnök, egykori titkosszolgálati miniszter arra buzdítja a Nemzetbiztonsági Szolgálatot, hogy az ellenzék ellen dolgozzanak, és akkor az egyik pártelnök le van fotózva, hogy kijön egy kolléganője lakásának az ajtaján, a másik főpolgármester, hogyha megy 100 métert a buszsába, akkor az le van videózva, és egyébként embereket kamutárgyalásokra hívnak olyan orosz üzleti befektetők, akik Magyarország leggazdagabb emberei, és akiket nem lehet lehallgatni az orosz titkosszolgálati titkának. Jó, hát magasra tette a lécet, meghallgatjuk Láng Zsoltot, hogy mire alapozza, hogy a Bajnai Gordont nem kérdezheti. Az biztos, bár hogy komoly szövegolvasási problémák vannak, hogyha ezt állítja. Karácsony Gergely, köszönöm szépen. Én is köszönöm.